hónapnyi vlogolás után nagyon jó érzés most egy helyben ülni és egy adott témáról beszélni, ugyanis az elmúlt hónapom, az a bizonyos május, amit Made My May-nek neveztetek el, hát ez pont az ellentétje volt mindannak, ami ma következik, mármint folyamatosan mozgásban voltam, és végig improvizáltam az egészet. Csomószor sem tudtam, hogy mi lesz a következő órában velem. Három országban is jártam egy hónap alatt, azonban ami végig fix volt, az a sminkes neszeszerem. Ugyanis van egy kollekción belüli kollekcióm, ami csak mini termékeket tartalmaz. Azt már ezerszer mondtam nektek, hogy imádom az ilyen mini kiszerelésű termékeket, és vadászom őket az üzletekben, mert szerintem tényleg nagyon praktikusak utazáshoz, és mivel én sokat vagyok úton, kb. Őket szoktam így felölelni és irányt. Mindamellett hihetetlenül cukik, persze, de hogy egyébként el is lehet őket egyáltalán használni az életünk során. Arra gondoltam, hogy ahogy mutogatom őket, néhányat fel is dobnék az arcomra, készüljön el egy gyors napi smink. Szóval, minden ott kezdődik, hogy fényvédő. És erre van ez a Jurás 50-es, icike-picike kis stiftes fényvédőm, amit egy gyógyszertárból vásároltam, és akkor ezt csak így villám gyorsan felhúzom az arcomra, az ujjammal egy kicsit így belemasszírozom a bőrömbe. Amíg a sminkkel foglalkozom, addig egy ajakbalzsamot is feldobbantok, ez az Elizabeth Ardennek az 8 Hour Creamje, ez egy jó ütős balzsam. Az íze borzasztó, de a hatása fantasztikus. A primerem kiszerelése jelenleg elég vicces, ugyanis ez lenne a Benefitnek a The Pore Professional primere, ami gyakorlatilag egy mintácska, ezt a koppenhágai Sephora-ból szereztem néhány társával egyetemben. Ez egy papírdarab, és ide van rögzítve egy kicsike a primerből, szóval ezt így felhúzom, és gyakorlatilag itt van alatta a cucc. Igazából csak a T-zóna területére szoktam tenni belőle, egy kicsit még ide az orcámra, és aztán szépen visszacsukom. Ez gyakorlatilag egy 0,15 millis minta, amiből mi jól feltankoltunk, mert miért ne? És ezáltal legalább kipróbálhattam ezt a primert, amit az internet népe istenít, és eddig valóban jól működik. Nos, ha alapozó, akkor a NYX-nek a Total Control alapozóit szoktam használni, egyrészt azért, mert baromi jól működnek az arcbőrömön, és ráadásul 13 milliliteres, mindössze ilyen picike, egy cseppentős üvegről van szó, ami tökéletesen illeszkedik a 100 millis határhoz, hiszen ugye a repülőgépes utazásoknál a folyadékokra megvan ez a szabály. Ebből van több színem, és általában úgy szokott működni, hogy kikeverem a tökéleteset egy üresbe, és azt szoktam magammal vinni, hát most jelenleg ő tartalmazza a jó színt. Használat előtt felrázandó, és akkor jöhetnek hozzá a mini ecsetek, vagy pedig a mini szivacska. Ezek a Real Techniques termékek, azt hiszem, hogy viszont ezek csak limitált kiadású miniségek. Aztán beszoktam vetni ilyen random keverőtálkákat per alapozó tartó tálkákat, ez általában valamelyik púder, vagy jelen esetben szemöldök formázónak a hátoldala. Egy nagyon lágy réteget tudok felvinni a bőrre, ezért is szeretem ezt nyáron használni, mert abszolút nincsen maszkos hatás. Ha korrektor, akkor már az idejét sem tudom, hogy mióta, de csak a NARS félét használom. Ez megvan kicsiben és nagyban is, és ez valami brutálisan jó, szóval az extrém bőrhibákat is úgy eltünteti, hogy egyrészt patent, másrészt egész nap tart, szóval nem jön le. Ha nincs kedvem az alapozóval szórakozni, akkor olyat is szoktam, hogy egy kis BB krém, majd pedig átsatírozom egy kicsit az arcomat itt ott, eldolgozom púdert rá, és csá. Púdere most két opcióm van. Az egyik a NYX-nek az ásványi púdere, az HD Finishing Powder, ami ilyen hihetetlenül cukin néz ki. Hát a nagy testvéréből már jó párral elfogyasztottam, és hát a nagy szerelmem, ami nem más, mint a Laura Mercier Translucent púdere, ami a tökéletesség az én bőröm számára, és végre megvan picikében is.
Szóval egyedüli problémám vele csak az, hogy a kiszerelés az elég macerás. Úgyhogy mivel tényleg minden porszeme számomra aranyat ér, nagyon óvatosan szoktam vele dolgozni. Vékonyan viszem fel az arcomra, és egész hosszú ideig tartja a zsírt, de ha mégis ismétlésre van szükség, akkor is szépen mutat egy újabb réteg rajta, szóval nagyon szépen illeszkedik a bőrhöz. Bronzer pirosító highlighter. Ez a rész következik. Egyrészt itt van a NARS-nak az a duója, ami egyrészt tartalmaz egy pirosító és egy kontúrszint. Aztán bár nem officially mini termék, de a Bershkának a Dose Code nevű pirosítója, ami ilyen nagyon kis picurka, és a színe az nagyon bejön számomra, ezt szoktam még használni. Highlighternek pedig a Beccának a miniségeit. Egyrészt van itt egy icike-picike tükrös verziójú compact highlighter, gyönyörű aranypezsgő színben, és ugyanez egy folyékony kivitelben. Úgyhogy akkor most csak egy kis pirosítás jöjjön a Bershkának a pirosítójával, majd pedig ugyanezzel az ecsettel egy kis highlight. Szintén nem hivatalos miniség, de hát az összes szemöldőformázó szett pici, szóval a Catrice-nek a Matte & Glow-ja van általában a táskámban. Egy picit tömöttebbé teszem a szemöldökömet vele, és egyébként van hozzá egy mini ecset, ami jó, használható, működőképes, és körülbelül a negyede ennek az óriásinak. A szemfestés akkor az nálam primerrel indul. Erre két terméken van. Egyrészt itt van a H&M-nek az Eye Fidelity primere, amit nagyon szeretek, másrészt pedig, hogyha vízálló sminket szeretnék, akkor a NYX-nek a Proof It termékét szoktam használni. És akkor ezután jönnek a színek. Nos, három mini palettám van már. Az első az a Zoeva-nak a Cocoa Blend palettája, ami matt és fényes színeket is tartalmaz, de többségében ezt a meleg tónust ragadja meg. A következő a Too Faced-nek a Chocolate Chip palettája, ebben egyébként egy tükör is található, és hát itt lágyabb színek láthatók. Sok kedvencem van belőle, körülbelül így ezt a sávot szoktam használni, és ebben a palettában található a világ szerintem legrosszabb fekete színje, ami bár így gyönyörűen néz ki, mert hogy egyébként ezüst csillámok is vannak benne, de botrányos. Egy koncerten viseltem, először és utoljára, persze pont egy ikonikus koncerten, az utolsó Him koncerten. Egy perc néma csend. Undorító volt, maradjunk ennyiben. Nos, mármint a szemsminkem, nem a koncert, mert az fantasztikus volt. A harmadik pedig a Maybelline-nek a The City Mini palettája, ami pedig csak fényes színeket tartalmaz, földszín tónusokban. Illetve van még három darab NYX Mono szemfestékem, amik olyanok, mintha miniatűrizált könyvecskék lennének. Azonban, mivel néhány hónapja egyes pilláim vannak, nem viseltem az utóbbi időben szemfestéket magamon, úgyhogy ezt a mai alkalommal is skippeljük. És akkor térjünk rá a szempillákra, ha már így a szempillákról beszéltünk, mert igen, fölül valóban egyes pilláim vannak jelenleg, azonban én szeretem az alsó pilláimat is erősen kifesteni. És az egyik vásárlásom alkalmával kaptam egy mini terméket ajándékba, ami egészen véletlenül egy mini szempilla spirál volt az Urban Decay-nek a Troublemaker-re, ami tényleg bajt szokott okozni nálam, mert az szuper, hogy ennyire inci-fincike, viszont a spirálnak az az extra tulajdonsága, hogy picike szálakat tapaszt még hozzá a saját pilláidhoz, és ezáltal növeli a méretét. Na most, ez még nem történt meg nálam maszatmentesen, úgyhogy jobb, ha nem is néztek ide. Mert ez egy művelet, szó szerint mire kifestem itt a pillákat. Jaj! Mindjárt jövök. Jesszuska, hát ebben rendesen leizzadtam. Nos, a sminkem utolsó lépése és a kollekció utolsó tagjai természetesen az ajakszínező termékek. Először is van itt 4 NYX
ajakceruza. Ezeket olyan sűrűn szoktam használni, hogy már ilyen picire faragtam, főleg a bedrose árnyalatot, ez az abszolút kedvencem. Aztán van itt egy kicsit pinkesebb a Rosy Sunset, ha egy kicsit nude-ra vágynék, akkor a Nude Shoes Shoe, Nude Shoed Shoes nevű árnyalatot használom, és hogyha kellene egy kis extraság és egy kis korallos piros szín, akkor pedig a Summer Taze. A négy ceruza mellett, akik még állandó tagok, és aztán ennyiből már csak tudok választani valamit, ha úgy van, mert hát általában úgy van, akkor először is itt van a Kat Von D-nek a folyékony matrúzsa Outlaw színben, aztán a Bershkának a szájfénye, ami a Glow Show kollekcióból van, de már szint nem tudok mondani, az már teljesen lekopott, illetve a NYX Liquid Squid-nek a Star Trek nevű pinkes árnyalata, amit nagyon szeretek magamon. És a mai alkalommal használjuk ezt a Bershka szájfényt. Ennyi. És az utolsó lépés, ami nálam is opcionális szokott lenni, az a sminknek a fixálása. Ehhez pedig a MAC Fix Plus-ának az utazó kiszerelésű termékét szoktam magammal vinni, vagy nem. Nos, fiúk, lányok, ez az én mini smink kollekcióm aktuálisan, és a velük készült sminkem, amit egyébként 5 perc így magamra dobálni. A szemem mindig a pályán, keresem az új miniségeket, de ha ti is láttok valahol, amire szerintetek érdemes lecsapnom, akkor feltétlenül jelezzétek a komment szekcióban. Hamarosan pedig találkozunk, addig is tessék pezsegni, szép napot nektek, sziasztok!